Libanoni fegyvernyugvást sürget 9 mediterrán ország a Cipruson rendezett MED9 konferencián. A déleurópai országok vezetői ígéretet tettek a libanoni hadsereg támogatására annak érdekében, hogy visszaszerezze az ellenőrzést az ország déli része felett, hogy véget vessen az Izrael és a Hezbollah közötti harcoknak. Közös nyilatkozatukban a MED9 csúcs résztvevői kijelentették, hogy a stabilitás megteremtése érdekében támogatják a libanoni hadsereget, mert a közel-keleti konfliktus eszkalációja súlyosan aggasztó. Izrael és a libanoni Hezbollah a gázai háború tavaly októberi kezdete óta szinte naponta támadja egymást az ország határon keresztül. Becslések szerint 15 ezer izraeli katona tevékenykedik Libanonban. A Hezbollah pedig Izrael lakottabb területeire is kiterjesztette rakétatüzét. Ezek a támadások helyiek tömegét kényszerítették lakóhelyeik elhagyására mindkét országban.